Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és ezúton köszönöm meg a meghívást, amit szeretettel fogadtam. Én készítettem a előadásomhoz egy PowerPoint-os prezentációt, amit szeretnék önöknek bemutatni, tehát a mondandómat alátámasztani, illetve demonstrálni. És engedjék meg, hogy bocsánat, kicsit ügyetlenkedem, de már is elindul a vetítés is. Elmúlt időszakban, közben mondjam azt, igen, de talán, hogy nagyon szépen köszönöm, igen, talán, mert fekete, sárga, kicsit ilyen Habsburg színekkel próbáltam meg a diát elkészíteni, hogy összes díj a fekete háttérrel fog szerepelni, egy sárga, aranyszínű aláírással fog megfeltűnni, úgyhogy ezért választottam ezt, de nagyon szépen köszönöm, hogy leadott a villant is, hogy ez így talán ki fog majd ebben a előadásban jönni. Nem tudom, hallható a hangom rendben, igen, jó igen. Rendben, hogyha esetleg valaki nem, akkor nagyon szívesen elismétlem újra az a mondandómat. Szóval annyit szerettem volna kiemelni, hogy az előző esztendőben centenáriumokat ünnepeltünk, úgy, mint a 1867. évi kijegyzésnek a 150. évfordulóját 2017-ben, valamint az első világháború végét 2018-ban. És ugyanakkor volt egy másik nagyon érdekes forduló is, hiszen Bekerle Sándor 1848. november 14-én látta meg a napvilágot, és ennek a 170. évfordulója volt tavaly novemberben. Itt a nemzet fővárosában is, ugyanakkor viszont szülővárosában, Móron is megemlékeztek erre a jeles politikusra. Bizonyára önök előtt ismeretes az a tény, hogy a Bekerle Sándor három alkalommal is betöltötte a miniszterelnöki pozíciót. Talán a dualizmus utolsó szakaszának különböző periódusai van, azonban én a mai estén az ő fiatalkoráról, az ő indulásáról, a pálya kezdéséről, a karriernek beindulásáról szeretnék beszélni, és az arról, hogy pontosan mi volt az az ő habitussal, pontosan mi volt az ő szerencséje, mivel köszönhette azt, hogy őt az uralkodó, illetve az uralkodók, mert tulajdonképpen nem csak Ferenc József, hanem Nedik Károly is erre a pozícióra, amit miniszterelnöki pozícióra kiválasztotta. Így ebben a rövidebb, vagy hát nem túl hosszú előadásban erre próbálok majd reflektálni, és ezt próbálom önöknek bemutatni, és ha úgy tudom, hogy az előadást követően van lehetőség kérdések felvetésére, hozzászólásokra, amit szívesen, amennyiben tudok, nagyon szívesen válaszolni fogok ezekre. Azt szeretném elmondani, hogy tehát ahogy említettem, a család, a Bekerle család a 19-18. Században érkezett Magyarországra, a sváb területre telepítették be őket, Móra, és ott is maradtak. Bekerle édesapja például a Lamberg grófoknak a gazda tisztje volt, és nem is messze a Lamberg kastélytól látta meg a napvilágot 1848. november 14-én. Ugye hát a másik magyar történetben nagyon fontos meghatározó 1848-49-es forradalom és szabadságharc közben született meg ő. Az alsóbb iskoláját a kapucinusoknál végezte Mórot, és onnan indult 1859-ben, nem is olyan messze, Székesfehérvárra, ahol a Ciszterci rendű gimnáziumban kezdte meg tanulmányait. Itt ebben a gimnáziumban az önkéző körnek egyébként a tagja volt, és az önkéző körben sok más kérdés mellett felvetődött a magyar kérdésnek a megoldása, mármint úgy értem, az osztrák császárságon belül, hogyan lehetne megoldani Magyarország, a magyar királyság, a magyar alkotmányosságnak a helyreállítását. Ugyanis ebben az időszakban Bécsből irányított, abszolutista módszerekkel irányított irodalomban Magyarországnak az a korábbi súlya, szerepe feloldódott. És ezeken az előadásokon, ezeken az önkézőköri esteken Bekerle ezeket nagyon szívesen hallgatta, és ötletei voltak arra, hogy vajon az uralkodó, akit még Magyarországon még akkor nem koronáztak, ő még a magyar alkotmányosság szerint csak trónörökös volt, a fiatal Ferenc Józsefről van szó, és
Ezeken a előadásokon ez a kérdés is felmerült. Azt lehet elmondani egyébként, hogy ő 1859-et követően, tehát amikor Székesfehérváron élt, akkor a Várkörúton volt kosztos diák. Ezt már úgy mondanánk, hogy albérletes diák volt, és két házi néni volt ott az otthonban, és nagyon szerették a Vekele Sándort, mert ő keverte legjobban a bort, és nagyon kevés vizet öntött az italhoz, és ezért nagyon szerették ott az ő technikáját ebben a tekintetben. Eleven fiatal emberről volt szó, nem szeretett táncolni, vasárnaponként a Várkertben is táncolt a osztálytársakkal, katonákkal, cselédekkel, illetve nagyon érdekel érdekelte a politika, és a képen látható Horváth Mihály püspök úrnak a 25 év Magyarország történetéből, tehát a reformkorról szóló könyvét ekkor már tanulmányozta, és ez az érdeklődés majd a későbbiekben is fontos szerepre ez fog jutni. Lehet, hogy van itt egy valamilyen ikon, ami lehet, ez arra, hogy a kivetítés, nem tudom, elvonítani. Jó. A következő ilyen Vajda Ödön tanárulat láthatjuk, aki Egerből ment egyébként Székesfehérvárra, a Ciszterci Rendő gimnáziumba tanítani, és ő volt Vekellének a latin és görög tanára ebben az intézményben, és az ő latin oktatása annyira jól sikerült egyébként, hogy amit Kálmán is említett, bocsánat, amikor említett a pénzügyminisztériumi épületet, akkor nem abban a pénzügyminisztériumi épületben, de amikor ő hivatalban volt, mint pénzügyminiszter, és olyat szeretett volna beszélni, amit a kollégáinak nem szeretett volna tudta adni, akkor az egyik kis adjutánsával latinul beszélgettek egymással, úgyhogy Vajda Ödön tanáról igen büszke lehetett a diákjára, mert már Agbél fővel is emlékezett erre, jól sikerült az oktatás ilyen tekintetben. Viszont elérkezett a továbbtanulásnak az ideje, és be kellett nagyon ambíciózusan orvos szeretett volna egyébként lenni, azonban pont a képen látható Vajda Ödön a szülőket lebeszélte arról, hiszen nem igazán volt neki előképzettsége, nem volt igazán markáns tudása ahhoz, hogy az orvosi pályára felkészülten, illetve az orvosi egyetemre be tudjon iratkozni. És azt javasolt a családnak, hogy hát adják a fiúkat a jogi pályára, mert egy polgárfiúnak ott kiváló érvényesülési lehetőséget fog biztosítani az egyetem elvégzését követően, hogy haza tud térni a közigazgatásba, és akár más utak is megnyithatnak előtte. Ez nagyon megtetszett a családnak, és ezért, amikor ő leérettségizett, itt láthatunk róla egy képet egyébként, hogy pont a kiegyezés esztendejében sikeres érettségi vizsgát tett, és ezután ugye tovább tanulhatott, és nem is akárhova ment tovább, hanem a Magyar Királyi Tudományi Egyetem jog- és államtudományi karára iratkozott be 1867-ben. Tehát itt elsősorban ugye jogi ismereteket szerzett, kevéssé domináltak itt azok a tantárgyak, amelyek mondjuk a nemzetgazdaságtant, a pénzügyi ismereteket jellemezték volna. Ő elsősorban jogi képzettséget szerzett itt ezen az egyetemen. Azt is szeretném önöknek itt prezentálni, nem hoztam egy, van egy kis lézermutatóm, de lehet látni a dián is, hogy be van pirossal karikázva, hogy ő tulajdonképpen a hallgatói önkormányzatiságban is aktív szerepet vállalt. Szimplavével láthatjuk ott a felső, jobb felső sorokban a nevét, és lent is ki van húzva az, hogy a joghallgatókat segélyező egylet választmányi tagjában volt ő benne, és tehát az azt jelenti, hogy az egyetemi terület is aktívan részt vett, természetesen az órái mellett. Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy két igazán markáns tanár, professzor, személyiség hatott rá igazán. Az egyik a képen látható Kauss Gyula volt. Kauss Gyula az a személyiség, aki az 1867. évi gazdasági kiegyezéssel kapcsolatos bizottságban már komoly részt vállalt azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehetne kialakítani Ausztria és Magyarország között azt a vámközösséget, azt a gazdasági teret, amivel mind a két ország ki tudja egyenlíteni egymás iránti gazdasági igényeit. És egy ilyen komoly gazdasági tudással felvételezett ember például nemzetgazdasági ismereteket tanított neki az egyetemen, sőt 1871-ben az egyik doktori szigorlatát a jogi koron nála teljesítette. Ezt a 5. során tudomány egyetlen levéltárában őrzik ezeket a
doktori szigorlati jegyzőkönyvet, és a mai napig is a kutatók rendelkezésére áll. A másik egy nagyon meghatározó tanárszemélyiség az ő életében a Kertkápolt Károly volt, ő egyébként politikusként is fontos lehet számunkra, hiszen ő egy képviselő volt, ő a bal-közép Tisza-Kálmán-féle pártnak a párt családjába tartozott bele, és 1870-re viszont pénzügyminiszter lett 1870 májusától, és igazán komoly kapcsolat alakult ki a fiatal Beckerle és a karrier csúcsán lévő Kertkápolt Károly között. Olyannyira, bocsánat, ezt még el kell mondanom, hogy olyannyira fontos volt az ő személye, hogy nem csak Beckerle, hanem egyetemi ifjúságban az időszakban, de 1865. decemberében nyílik meg az országgyűlés, és ezen az országgyűlésen már fiatalság, az egyetemi ifjúság eljár, részt vesz ezeken az üléseken. Majd 1867 nyarán a júniusi kiegyezés követően szintén megnyílik az országgyűlés, és itt is az egyetemi fiatalság a karzaton helyet foglal, és ugye a mai múzeum körúton az Olasz Intézetben volt az alsóház üléseket látogatták, és itt tett Beckerle is, itt nagy politikusokat láthatott, olyat például, mint Deák Ferencet, illetve az idősebb Andrássy Gyulát, de nem ők voltak számára számára a legszimpatikusabb, hanem Tisza Kálmán nyerte meg az ő tetszését, az ő politikáját tudta legjobban magáévá tenni. A Tisza Kálmán volt az az ember, aki a bal-közép pártnak a vezetője volt, és ő elutasította a közös ügyes rendszert, tehát az Ausztria és Magyarország közötti pragmatika szankcióból levezethető közös ügyes rendszert. És ezt szeretném röviden itt bemutatni önöknek, hogy mi is volt pontosan ez a közös ügyes rendszer. Nyilván önök előtt abszolút ismert, hogy miről van szó, hiszen ez általános, illetve középiskolai tananyagban is benne van, hogy közös ügyek voltak azok, amelyek nem volt ilyen minisztérium, csak közös minisztérium, például a külügyek, a hadügyek, illetve az ezek kettő fedezésére szolgáló pénzügyek, ezek voltak azok a közös ügyek, amelyeknek nem volt reprezentációja a nemzeti kormányokban. Viszont ez nem azt jelenti, hogy Magyarországnak nem volt honvédsége, mert természetesen volt, és nem azt jelenti, hogy Ausztriának és Magyarország nemzeti kormányokban nem volt pénzügyminisztere. Ugyanakkor voltak a közös érdekügyek, amelyek összefűzték, összetartották a birodalmat, voltak ugye közös, hát elnézést, amit megnyomtam, hogy nyár is kilépek belőle, közös érdekű ügyek, tehát olyan ügyek, amelyek mind a két birodalom felett érintették. Az első ilyen, ez az úgynevezett osztrák államadóság. Ez az osztrák államadóság, ez egészen az 1800-as évek elejétől folyamatosan növekszik, gyarapszik. Ehhez hozzájárult majd az 1848-49-ben Magyarország ellen vívott hadjárat, majd a krími háború, majd a poroszok, illetve az olaszok ellen vívott háború is. Viszont amikor 1865. decemberében megindulnak a tárgyalások a két fél között, akkor az osztrákok azt szeretnék, hogy Magyarország is vegye ki a részét ebből a közös államadóságból, és a magyarok azt mondják, hogy ez ennyire kellemetlen lenne, hogyha az mi, tehát az osztrákok által összegyűjtött államadóságot, például az 1848-49-es harcoknak a költségét ráterhelni a magyar szűz költségvetésre. És ezt természetesen nem vállalták, de egy méltányossági alapon 29.188.000 forintot például bele rögzítettek a kiegyezésbe, hogy évenként ez volt az az összeg, amivel a államadóság kamataihoz hozzá fog járulni a magyar minisztérium, a magyar kormányzat. A másik viszont ugye pont az előnített 1800 Mária Terézia felé vám határ, ami 1850-ig volt érvényben, ezt követően Ausztria beemeli Magyarországot is ebbe a gazdasági térbe, de nem teljesen úgy, ahogy az 1867. kiegyezés 12. cikke ezt törvényleg rendezte. Ugyanis Ausztria és Magyarország között ugye egy önálló gazdasági, egységes gazdasági tér jön létre, nincsenek vámok, egységes pénzt vezetnek be, egységes mértékrendszert, egységes postarendszert vezetnek be, és ez a terület az, ami ezt a monarchiát, ezt a
ezt a pénzügyi gazdasági teret egyben tartja. Ez az, ami tulajdonképpen a világháborúban is nem ment tönkre, tehát a világháború után is maradhatott volna ez a gazdasági tér, mert ezt nem indokolta semmi, hogy ezt lebontsa. Nyilván politikailag kellett volna, illetve a nagyhatalmak nyomására megbontani ezt a területet. A másik nagyon fontos közös érdekű ügy, ez az osztrák-magyar bank kérdése volt. Magyarországnak nem volt önálló bankja, mint biztosan emlékeznek rá, a 1848 márciusi pontok között szerepel a önálló nemzeti banknak az igénye, Kossuthék szeretnék ezt megvalósítani, azonban erre nem volt fogékonyság. Majd a 67. évi kiegyezés is érintette a bankügyet olyannyira, hogy ezt elnapolták, és már csak mikor a lejárt nemzeti banknak a szabadalma, az osztrák nemzeti banknak a szabadalma, azt követően 1878-ban születik meg a közös intézmény, az osztrák-magyar bank. Valamint még van egy negyedik pont, ez pedig Bosznia és Hercegovina kérdése. Bosznia és Hercegovina török szultánhoz, török birodalomhoz tartozik, viszont a San Stefanói béke után a berlini kongresszus követően a monarchia megkaphatja ezt, tehát 1878-at követően megszállta, és ezt közösen irányították, és ennek az irányítását mind a két birodalom fél, tehát Ausztria is, Magyarország is együtt finanszírozta. Ezek azok a közös ügyek, ezek azok a pontok, amelyet Tisza, amely emlékeznek rá ugye a országgyűlésben, az alsóházban, nem akart közös ügyet, ő nem akarta azt, hogy Ausztria és Magyarország közös ügyes rendszerben irányítsa a birodalmat, és ezt ő neki, ezt Beckerem nagyon szimpatikus volt, hiszen ő is egy nemzeti meggyőződésű, egy nemzeti érzelmű ember volt, és nem akarta, neki is tetszett ez a nyakas bihari férfi, mint maga Tisza Kálmán. És végül is Tisza ezeket a pontokat ugye a szögre akasztotta, nem tudom, emlékeznek erre a körülbelül gyakran szereplő mondatfosztányokra. Tehát egy idő után, 69. évi választás után Tiszának ezt a közös ügyes rendszer ellen agitációját, ezt fel kellett adnia. Az, hogyha ő politikus akart volna maradni. Nagyon fontos, hogy 1870 nyarára Beckerle Sándor befejezte az egyetemet, és ezt követően ugye állást kellett találni, tehát ugye lehetetséges volt, hogy polgártyúként visszatér a helyi közigazgatásba, vagy például a kapcsolatán keresztül, amit ugye Kert Károly Károllyal épített ki, az éppen ugye professzoraként, de aztán megkezdi a pénzügyminiszteri hivatali idejét, és egy pályázatot, ma úgy mondanak, hogy egy álláspályázatot adott be a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumba 1870 nyarán. És itt is van a szöveget, esetleg a hátul ülő kedvéért, nem tudom, mindenkinek látható, ezt szívesen felolvasom, de ugye hát ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy ő elhivatott a magyar pénzügyek iránt, és ezért szeretné az ott egyik felkínált fogalmazó gyakornoki állást betölteni. És Kert Károly meg is kérette az iratokat, és át is tekintette, hogy 30 segédfogalmazói állás van éppen a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumon, abból 27 állás be van töltve, és 3 nincs. És így 1870. októberében értesítették Beckerét, hogy megkezdődik, ugye mi nem mint fogalmazó gyakornok, hanem mint fogalmazó segéd az ő pályáját a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumon. Tehát innen indul az ő karrierje, itt indul el ő, mint minisztériumi szakalkalmazott, tehát ő nem politikusként kezdi a pályáját, nem mint képviselő, nem mint miniszter, hanem ő a magyar állami gépizetben, ugye egy fogaskerék tulajdonképpen, ő egy olyan ember, aki a háttérben, a minisztériumban dolgozik. Tehát ő 17 éven keresztül szakmunkát, közigazgatási munkát végez, elég komoly előmenetele van, tehát ő tulajdonképpen a szamárlétről összes lécét, összes fokát megjárja, és az 1880-as évek közepére az akkor működő Szapáry Gyula pénzügyminiszternek tulajdonképpen ő a jogkezévé emelkedik, és igen meghatározó tevékenységet tud kifejteni a országgyűlésben is, hogyha helyettesítik el a pénzügyminisztert, de ő még ekkor is szigorúan véve pénzügyminisztériumi alkalmazottként tekinthető. Nézzük át röviden, tekintsük át röviden, hogy milyen család, illetve milyen magánélete volt ekkor Beckerle Sándornak. A
Egyetemi évek alatt ismerkedik meg Parnói Molnár Viktor csoportásának a húgával, Gizella, a képen látható Gizellával, és egy komoly udvarlásba kezd a ifjú Vekerlem, azonban a Molnár papa nem igazán elégedett a fiatal Vekerle tisztviselőnek a előmenetelével, illetve hát az anyagi helyzetével, ezért váratni magára a lánykérését. Hát még csak 14 esztendős a Gizella, amikor ők megismerkednek. A lesz követően pedig 7 évvel később az ő előmenetele a pénzügyminisztériumban való fokról-fokra való lépdelése meggyőzi az apost arról, hogy igen, hogy hozzáadhatja ez a tehetséges fiatalemberhez a lányát, és egy biztos egzisztenciát fog majd teremteni az ő kislányának. Így 1877. szeptemberében a római katolikus szertartás szerint házasságot is kötöttek. A házasságukból 2 gyermekük született, az első, az ifjabb Bekele Sándor, ő szintén politikus, az ő második miniszterelnöki ciklusát az 1906 és 10 közötti ciklusban szintén politikussá válik, képviselővé válik, egy másabb utat jár be az édesapjához képest, és talán esetleg emlékeztetnek rá, hogy a két világháború közötti időszakban a Bethlen kormánynak a késői pénzügyminisztere, tehát 1928 és 1931 közötti években a válság esztendőben az ifjú Bekele Sándor áll a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium élén. A házasságból született még egy gyermekük, ő Bekele Géza volt, és ő katonai pályán érvényesült. Van egy idézet, ami talán nem biztos, hogy kronológiailag mostan a legjobb helyem, de próbáltam irodalomból is meríteni, és az irodalomból is felvillantani az ő alakját, hogy hogyan örökítették meg a kortársak, illetve a kortárs írók az ő megjelenését, habitusát. Ilyet azt láthatjuk, hogy Gárdonyi Géza, amikor ő megismerte, illetve miniszterelnök, első miniszterelnök ciklusát töltötte, 1894-ből egy jellemzést írt Vekerléről, aki ugye egy másabb jellegű a korabeli magyar politikai elitnek a megjelenéséhez képest, mert sokkal másabb habitusú embernek a képe, az alakja, a születje rajzolódik ki Gárdonyi Géza Arany Mozsák című kötetének soraiból. Amellett egyébként, hogy ő politikus, illetve először ugye tisztviselő volt, majd később politikus lett, természetesen nagyon ügyesen bánt a pénzzel. Elég sok megtakarítása volt, illetve ingatlanokba fektetett, majd birtokokat is tudott vásárolni, ahogy ebbe vagyosodott, és Budapest mellett Dálmos pusztán tudott magának vásárolni egy birtokot. Itt már az 1910-es években látjuk őt, felesége Molnár Gizella társaságában, a dálmosi kastélyunknak a verandáján ülnek. Itt volt egyébként egy másik birtokok is, az édesanyjának, feleségének az anyai ágáról, Arad megyében, a Klopódián is volt egy birtokok, és oda is gyakran visszavonultak, amikor idejük ezt engedte. Ezzel, hogy ő birtokot vásárolt, illetve ott gazdálkodott, tulajdonképpen a magyar politikai elitnek a habitusát, a mentalitását felvette, tehát ő nem lógott ki a sorból más politikusokhoz képest, tehát akár a Tiszák, akár a Darányi főnöki miniszterre gondolunk, ő ugyanezt a magyar politikai elitre jellemző gazdálkodást és birtokpolitikát folytatott ilyen tekintetben. Pár képet is tettem a Dios sorozatba azzal kapcsolatosan, hogy hogyan nézett ki az ő kastély. Itt egy felvételt láthatunk az épületekről, Dánoson, valamint egy látjuk, hogy egy nagyon rendezett parkja is volt ennek az impozáns birtoknak. Egyébként ezt a birtokot az idősebb Bekele Sándor édesapja segítségével tudta megvásárolni, az akkor még fiatal Bekele. Fontos az, hogy ő itt ebben a minisztériumi millióben, tehát az 1870 és 77, 87 közötti időszakban kereste az útját, kereste a kapcsolatokat, hogyan tud egy fiatal tisztviselő
érvényesülni, ezért 1872-ben a szabadkönyvesek közé csatlakozott, és először a Könyves Kálmán Párholynak volt a tagja. Itt ugye nyilván a haladó gondolatokról volt szó, a szociálisan rászorulóknak a finanszírozása, illetve karitatív gondolatnak a kiteljesedése, illetve olyan személyekkel, olyan potentátokkal való találkozásnak a lehetősége, akik az ő pályájának egyengetésében igen jelentősen kivették a részét. Majd, ahogy őt másik Páholynak is látjuk, hogy tagja volt, ez a Hungária Páholy volt, azonban ahogy feladatai elragadták őt, illetve ezek hatalmasodtak, így nyilván nem tudott már olyan gyakran ezeken a szabadkönyves Páholyoknak az ülésén találkozóin megjelenni, ezért 1886-tól már nem újította meg a tagságát. Fontos az, hogy amellett, hogy ugye illetve nem politikus, hanem egy minisztériumi tisztviselő, majd azt követően ugye szabadkőműves, illetve családapa, illetve családfő lett, ő emellett természetesen egyetemi oktatói pályába is kezdett, és itt a Magyar Királyi Tudományi Egyetemen, ugyanúgy, mint Klaus Gyula, illetve a korábban a Kert Kápoly Károly, oktatói tevékenységet folytatott, és három kurzust is tartott az egyetemen. Az egyik a magyar pénzügyi ismeretek voltak, a korban ismerként apostrofálták, a másik a magyar államkiadások és államadóságok, illetve a magyar bélyegét, jogi illeték szabályok voltak azok a kurzusok, amelyeket ő ebben az időszakban tartott. Egyszer egy vizsgáztatás alkalmával, hiszen olyan fiatalos megjelenésű volt, akkor egy diák oda lépett vekerhez, és megkérdezte, hogy kolléga úr is ebben a marha bizottságban van, és erre mondta vekerhez, hogy nem, én a másik marháknál vagyok. És ezek után, hogy megnéztük, hogy ő milyen politikai indulása volt, illetve milyen családi indítatása volt. Próbálom bemutatni azt önöknek, hogy milyen volt az ő politikai belépője, milyen volt az ő indulása, mint politikus. Fontos az, hogy 1875 és 78 között a képen látható Szél Kálmán töltötte be a pénzügyminiszteri posztot, és Szél Kálmán igenis sokat tett azért, hogy Bekele Sándor tudjon emelkedni és tudjon haladni az őt megillető helyre el tudjon jutni, és azt követően egyébként 1878-as követően, amikor ő leköszön a pénzügyminiszteri pozícióról, kapcsolatuk továbbra is szoros marad, és amikor Szél Kálmán miniszterelnök lesz 1899, illetve 1903 között, akkor is élénk kapcsolat van a két férfi között, mind politikai, mind gazdasági értelemben. Viszont Szél Kálmának pont a közös ügyes rendszer tárgyalással kapcsán említett Bosznia-Hercegovina megszállása és az ezzel kapcsolatos költségek miatt lemondott, és Tisza, ugye a Bekele Sándornak a nagy példaképe, a nagy hogyhai barátja pénzügyminiszter nélkül maradt. Viszont nem tudott egy olyan ember találni, aki ebben a pozícióban, ebben a helyzetben a Magyar Király Pénzügyminisztériumnak az élre tudna állni, és így maga vállalta el ezt a pozíciót, és ő vitte innentől kezdve az ügyeket. Azonban valaki találnia kellett, és később, a 1878. december 11-én a képen látható Szapári Gyula Grófot nevezik ki pénzügyminiszterré. Szapárit a mai történettudomány, a magyar történettudomány nagyon szürke, jellegtelen embernek írja le. Én teljesen másképp gondolkodok róla. Valószínűleg egy nagyon ügyes ember volt egyébként, egy nagyon tehetséges ember volt, de valahogy nem volt olyan jó menedzsmentje mondjuk, mint mondjuk esetleg Bekellének volt, de sok olyan tette van, amelyet például a magyar államháztartási hiányt megpróbálta kezelni, illetve felszámolni. Viszont ahogy múlnak az esztendők, múlnak az évek, Bekele is léptel elő a ranglétán. A képen látható Köfinger Frigyes az, aki 1884-87 között az államtitkára, tehát a helyettese ennek a Szapári Gyulának. Viszont Bekelében is buzog már ekkor az ambíció, és gondolkozik azon, hogy hogyan lehetne mégis valamilyen úton-módon váltania, vagy
pedig megerősödnie a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumban. Azért is fontos ez számunkra, mert 1886-ban Magyarországon egy befektetési csoport bankot szeretett volna alapítani, viszont őt kérték fel, legyenek a banknak a igazgatója. Hosszas gondolkodás után egyébként nem elmondott erre a lehetőségre, viszont a lehetőségek ahhoz, hogy ő emelkedjen, ezzel nem értek véget, ugyanis biztosan mondom önöknek, amit az a név, hogy Baross Gábor, ugye a vasminiszter, megtalálta őt azzal kapcsolatban, hogy szeretné őt a Kereskedelmi Minisztériumban államtitkárnak kiragadni a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium tisztviselői közül. Ez Beckerinek nagyon megtetszett. Úgy gondolt, hogy eljött az idő, hogy ő emelkedjen, és hogy ő egy komolyabb pályára álljon, és annyi volt a kikötése, hogy ő elvállalja ezt a pozíciót abban az esetben, ha minden ügy, amely Baross elé kerülhet, az ő rajta keresztül lehet. Ez nagyon okos, hogy vele gondolom, nagyon ügyes megoldást tett volna, azonban Baross ez ellen tiltakozott, hogy ez egy nagyon komoly hatalmi játék a két vezető között, amint a miniszter és az államtitkára között, és azt mondta, hogy így nem tudja őt alkalmazni, viszont Barossnak a kegyeit így nem veszítette el, ugyanis 1887 februárjára, amikor már inomott Szapári és a képen előbb látott Köfinger Frigyes alatt a léc, akkor felajánlotta neki Baross Gábor, hogy a Magyar Királyi Államvasutak általános igazgatási osztály egy főosztályvezető lehet ez a Lekerle Sándor. És egyébként ezt az állást a Lekerle elfogadta, tehát úgy tűnt, hogy ő elhagyja a Magyar Királyi Pénzügyminisztériumot, kilép ebből a közigazgatásból, a miniszteriális ügyekből, és elmegy az állami szférának egy másik szektorába, a MÁF-hoz, tulajdonképpen a Magyar Királyi Államvasutakhoz. Viszont ekkor történt ugye a változás is, mert a Szapári folyamatos parlamenti ellenszemben, nagy-nagy ellenszélben kellett, hogy politizáljon, és ő ezt megmondta, és 1887 februárjában lemondott. És mint nagyon gerinces, komoly politikus, az ő helyettese, a korábban látott Köfinger Frigyes is beadta a lemondását, amit Tisza is, illetve az uralkodó is elfogadott. És ekkor mellett valamilyen megoldást kellett találni, hogy hát tudjuk, hogy van itt a minisztériumban egy olyan ember, aki nagyon ért a pénzügyekhez, tudja, hiszen minden a minisztériumnak minden berkében járt, minden minisztérium a minisztériumnak különböző osztályon szolgált, hát ő ez a Lekerle Sándor, de hát ez nem egy politikus, hát ez az ember egy szakalkalmazott, mit kellene ilyenkor tennünk. Jó, hát akkor a Tisza, mint nem először, ugye 78-ban már elvállalta egy pár hónapra ideiglenesen, amellett, hogy ő magyar király miniszterelnök volt, a pénzügyminiszteri pozíciót is. És most is ugyanígy történt, és ő elvállalta ezt a pozíciót, hogy ő fogja vezetni. Azonban, mivel ő nem értett a pénzügyekhez, nem egy pénzügyi politikus volt, kellett egy olyan ember, aki valóságban megoldja az ügyeket a háttérben. És ekkor esett a választás, nyilván Szapári Gyula gróf javaslatára, a fiatal Lekerle Sándorra. És 1887 februárjában őt kinevezték Magyar Király pénzügyminisztériumi államtitkárnak, és ekkor kezdődik meg az ő politikai pályája. Na és arról a pillanatról, amikor már ő megjelenik a képviselőházban, és egy új arc, egy új személyiség jön be a korábbi politikusokhoz, egy nagy feltűnés keltett. Azért is, hogy próbálom felolvasni, egy fiatal ember, magas, tagbaszakadt, erőteljes termettel, még fogalmazónak is bejelenik, hát így utal ugye a fiatalra, akkor honnan jön ő, piros, kosgás, arca friss, üde, emlékeztet első napolóra. Fekete szemei a fiatalság idénységével égnek. Szép, újdonatúj új pepita nadrág van rajta. Különben minden tekintetben rokon szemves jelenség, azán meglepettel pillantanak oda, az új államtitkárnak nincs bajusza. No, ez különös eset, erre nem mutatnak precedenst, magyar államtitkári széken még nem ült eddig bajusztalan ember. De az biztos, hogy minimum kilógott a sorból, tehát hogy ő nem úgy nézett ki, mint a magyar politikai elit, egy magasabb férfi volt, egy jól öltözött férfi volt, illetve egy borotvált, gyakran Gladstone angol miniszterelnökhöz hasonlította, tehát már megjelenésében is különbözött attól a szokásos magyar arisztokrata közettől, aki az országházban, az országgyűlésben politizál. És ugye szerencsére Mikszáth Kálmánnak köszönhetően ez meg is maradt a utókor számára.
arra, hogy milyen fontos ember lett itt, hogy ő milyen fontos pozíciót töltött be, arra úgy próbálom meg fejlődni, hogy ha jobb oldalról tekintik, akkor itt ül a szakállas Tisza Jánon, és mellett ül az államtitkára a fiatal Lekerle Sándor, és már ugye annyira számított a Tisza Lekerlére, hogy tulajdonképpen már az országgyűlésben is ma mellett ült, tehát ezzel ezt próbáltam meg reprezentálni. Szóval egy olyan személyén nőtte ki magát, ő mint államtitkár, hogy tulajdonképpen itt, amit Baros ajánlott neki, hogy ő lehet államtitkár, csak nem minden beleszólással, itt ez természetesen megvalósult. Tehát úgymond karrierje csúcsára ért, elérte azt, hogy államtitkár legyen, és egy komoly pozícióban, természetesen ez fizetésben is nagyon magas presztízs volt ebben az esztendőben. Egyébként nagyon fontos az, hogy azért is volt szükség arra, hogy Tisza mellett egy komoly szaktekintélyű szakpolitikus kerüljön hivatalba, mert Magyarországnak államháztartási hiánya volt, magyarul több volt a kiadása, mint a bevétele, és ezt ellensúlyozni kellett. És az idős Tisza, valamint a fiatal Lekerrel azt találták ki, hogy egy adóreformot fognak végrehajtani, és az adóreformnak köszönhetően egy 3 éves programon belül helyreállítják az államháztartás egyensúlyát, és akkor egyébként már a kiegyezésben belevett pontban, magyarán azt, hogy Magyarország, Magyar Királyság elhagyja az értéken ezüstalapú pénzrendszert, és bevezetik az aranyalapú pénzt a koronát, ezt meg fogják valósítani. Egyébként Lekerle ezzel is kampányolt, mert azzal, hogy ő 1887. februárban kinevezett államtitkár lett, emellett politikai pályára is lépett, és először Nagybánya képviselő lett a Szabadelvű párti színekben. És innen indult az ő politikai karrierre, mindemellett, hogy ő a szakértelmiségként kezdte, politikai pályára lépett, és ugye elhagyta maga mögött, hagyta ezt a minisztériumi milliót, ami nem jelentette azt, hogy nem járt oda, hiszen a hivatal, ami továbbra is ott volt. Majd 1889-re elfáradt Tisza Kálmán, rendkívül nagy támadások közepette van ő, hiszen a véderő javaslattal kapcsolatban pont Magyarország mennyire tud hozzájárulni a közös hadsereghez, tehát ezt a 100 000 fős újonc létszámot, amit a közös hadseregbe kellene benyomni a Magyarországnak, ezzel járó költségeket mindenképpen viselnie kellett. Ez ugye a magyar közönségnek, a magyar politikának nem tetszett, viszont ő már ebbe fáradt, és nem tudta majd továbbvinni az általa ideiglenesen elvállalt pozíciót, ugye ez egy 2 esztendős időszak volt. 1889 tavaszára ő megreformálta a saját kormányát, a késő Tisza kabinetet, és 3 új embert, 3 új elemet vett be ebbe. Tehát a kép elején ez egy Borsanyankós karikatúra 1889 áprilisából, amikor látjuk, hogy a csendőrök beszélgetnek. Két színén a Szapáry Gyula van, ő ugye az a bukott pénzügyminiszter, akiből most pénzügyi miniszter lesz. Vele szemben láthatjuk Szilárd Dezsőt, aki egyetemi tanár a jogi karon, és ő igazságügyi miniszterként fog belépni ebbe a kabinetbe. És közöttük ugye a két tenyeréves vihesztett arccal Csüng, a korábbi főnöke, Szaván, Lekerle Sándor, és ugye cipő talpára van felírva, hogy pénzügy. És ez a 3 új elem kerül bele a késő Tisza kabinetbe, és tőlük várják a megoldást különböző kérdésekre, úgy mint egyházpolitikai kérdések, úgy mint közigazgatási reform, és úgy mint az államháztartás egyensúlyának helyreállítása, mint az új pénzrendszer bevezetése. És arról, hogy Lekerle milyen komoly szaktekintély volt, szól itt egy rövid idézet Tisza Kálmán szájából, amelyet ő így mondott, hogy Lekerle teljesen ismeri az ország pénzügyi helyzetét, semmit nem tettem, mint pénzügyminiszter az ő tudta nélkül, sokat az ő tanácsára, mindenfele egyetértésben. Tehát tulajdonképpen ebből láthatjuk azt, hogy Lekerle, mint államtitkár, teljesen szabad kezet kapott, és azt a politikát tudta folytatni, amelynek szerint, illetve a pénzügyminiszteri gárda szerint szükség volt ahhoz, hogy Magyarországot abból a válságból, ami az államháztartási hiány, illetve a valuta megreformálásának szükségességét eredményezte. És eljutunk odáig, hogy Tisza 1890 tavaszára már nem bírta a kormányának a támogatását. Nem volt abban a helyzetben, hogy ő tovább tudja
tartani a pozícióját. Ez egy nagyon hosszú időszak volt, 1875-től 1890-ig, tehát 15 év. Most a magyar történelemben olyan személy, olyan politikus, mint nem volt, aki ilyen hosszú ideig lett volna a hivatalban, mint Tisza Kálmán. Természetesen hivatali előtt többször felajánlotta a lemondását az uralkodó, aki ezt egyszer sem fogadta el. Most viszont volt egy remek alkalom arra, hogy valamennyire dicsőségben távozzon, és ez nem más volt, mint Kossuth Lajosnak a honossági törvénnyel kapcsolatos. Hát az ennyi, hogy a magyar állampolgár maradjon el Kossuth Lajos, vagy sem. Na és ugye nyilván ezt az uralkodó nem igazán szerette volna, hogy továbbra is magyar állampolgár maradjon a Kossuth Lajos, és ez egy olyan lehetőség volt számára, amelyből ő kiszállhatott, kiléphetett a kormányút mögül, és egy új embernek adhatta át az ő pozícióját. És ez nem volt más, mint Szapáry Gyula. Ugye tudjuk, hogy Szapáry Gyula volt pénzügyminiszter, aztán volt földművelési miniszter, és most megérett a helyzet arra, hogy miniszterelnök is legyen. És itt szintén Borszám Jankó hasábjain találta egy jó kis karikatúrát, ugye mint számadó juhászok átadják egymásnak a nyáját, ami nem más, mint a szabad elvű párt, amelynek ők a vezetői is. Tehát a két juhász megkérdezi, hogy melyik lyukra kell odafigyelni. És ez van a képen ábrázolva, ugye, hogy a leköszönő Tisza Kálmán átadja a pásztorbotot új miniszterelnöknek, Szapáry Gyulának, ugye, akinek szintén nagyon jó és meghatározó kapcsolata van Bekele Sándornak, hiszen ő alatta emelkedett a legtöbbet a hivatali rangrétán a pénzügyminisztériumban. Igen ám, de egy magyar király pénzügyminiszternek van tulajdonképpen egy párja is Ausztriában, a saját nemzeti ausztrasztrák nemzetnek a kormányában is, és ez a úriember a képen látható Julian Donaevsky. Abban az időszakban, amikor nálunk 1875 és 1890 között Tisza Kálmán volt a miniszterelnök, a másik oldalon egy ír származású, de igen komoly katolikus család, a Edvard von Taaffe vezette az osztrák kabinetet, ő 1879 és 1893 között, tehát 14 évig volt miniszterelnök Ausztriában, egy hasonlóan nyugodalmas, prosperáló időszakot, mint a Tisza korszak. Ennek az időszaknak volt a pénzügyminisztere a lengyel származású Julian Donaevsky, aki a Krakkói Egyetemnek volt egyébként a tanára, és nem igazán szerette Bekele Sándort. Azért nem szerette, mert ugye egy régi vonalas politikusról van szó, aki addig még kéz a kézben ment Bekelével, amíg az adókat kellett megreformálni, hiszen azzal, hogy adóreformot hajtanak végre, a célt, hogy Ausztriában is, Magyarországon is az államháztartás egyensúlyát meg lehet teremteni. Azonban onnantól kezdve Bekelének nagyon újító gondolatai vannak, hogy hogyan is kellene megreformálni a pénzügyeket, amelyek ugye annyira ziláltak voltak ebben az időszakban, hogy tulajdonképpen Magyarországon a fizetőeszköz már értéktelen volt, tulajdonképpen a papírpénz többet ért, mint az ezüst fénypénz, amit ekkor használtak, az osztrák értékű forint. Viszont ez a Donaevsky által kedvelt körök, például a Rothschild család, bizonyos Polenkredit Anstalt, illetve más bankok pedig örültek ennek a lehetőségnek, mert itt egy olyan valutajátékot lehetett játszani, egy nyerészkedés, egy spekulációt, amiben igen jól meg lehetett gazdagodni. És természetesen ennek a pénzügyi körnek, pénznek érdekelt érdekcsoportoknak nem áll érdekében a valutának a megreformálása. És itt látszik egyébként Ernst von Plehner, Ignaz Plehner fia, aki később majd szintén a pénzügyminiszter lesz, egy visszaemlékezésében megjegyezte azt, hogy Bekelének nagyon buzgott a vágytól, hogy teljesítsen, hogy eredményeket érjen el, motivált volt, viszont Donaevsky pontosan nem. És emiatt észrevette, hogy már rideg volt vele, utasító volt vele, és nem tudtak jól együttműködni. De Bekelének ebben a tekintetben is nagyon nagy szerencséje volt, ugyanis az uralkodó azt akarta Ferenc József, vagy reformálják meg a pénzügyeket, mert Bekele, illetve a Bekelehez tartozó körök elérték nála, hogy hát uralom királyom, hogyha háborúba keveredne a monarchia, hát mi ezzel a rossz pénzzel hogyan tudnánk a birodalmat segíteni, és ez fegetültött a fejében az aggódalkodónak, hogy hát mondanak valamit ezek a pénzügyi körökben, pénzügyekben jártas emberek, és valóban változtatni kellene, és ezért az uralkodónak érdekében állt, hogy a Julian Donaevsky menesszék ebből a kormányból, és egy új elemet, Emil Steinbockot emeljék be Bekele párjának, tehát az osztály
pénzügyminiszternek, akivel egyébként nem volt konfliktusa, nagyon jól együtt tudott működni, és a pénzügyek osztrák történetírók és osztrák politikusok visszaemlékezésében, illetve a magyar származású jegybankelnök is úgy emlékezett vissza, hogy a Wekerle-Steinbach páros nagyon ügyesen vezette a valutareformot. Itt még egy karikatúrát, ez egy osztrák Labadi Bomber. Láthatjuk azt, hogy a bajuszos úr, a másik bajuszos úrnak, ugye hát mint tudjuk, bajusztalan ember nem lehetett igazán jó politikus, átadja a stafétabotot, tehát a baloldali a fiatal ember Emil Steinbach, a jobboldali személyben Julian Dunajewski, és ugye hát a deficit, ami ott törködik, nekünk azt kellene felszámolni elsősorban. És itt egy az előbbi gondolatnak a betetőzése, tehát Kausz Gyula, a magyar számozású ember, aki Wekerle tanára volt, ugye az utolsó szigolatát elteljesítette, 1892-ben elnyeri az uralkodó kinevezését az Osztrák-Magyar Bank főkormányzói pozíciója, ezt már úgy mondanák, hogy ő lesz az Osztrák-Magyar Bank elnöke, és úgy láttam, hogy nyilván ahhoz, hogy a valutareformot sikeresen végre lehessen hajtani, a pénzügyminiszterekre is szükség volt, és ő mint ebben a közös intézménynek az egyik legfontosabb szereplője, úgy látta, hogy a két személy maga, Emil Steinbach és Wekerle Sándor között nagyon zökkenőmentesen folytak tovább a valutareformnak a keresztülvitele. Fontos talán még elmondani, hogy ugyanakkor a magyar, illetve az osztrák pénzügyi körök nemes formán voltak lelkesek a valutareformmal kapcsolatban. A bal oldalon Konfrán Zsigmondot láthatjuk, magyar banker, vele szemben pedig Theodor Tauszigot, a Bóden Kreditanstalt bank igazgatóját látjuk, akik gyakran beszélgettek egymással azzal kapcsolatban, hogy vajon meg kellene tartani az osztrák értékű forintot, amivel nyilván bizonyos tőzsdei manipulációban rendkívül sokat lehet keresni, vagy segítsük hozzá az államot ahhoz, hogy igenis minél hamarabb hajtsuk végre a valutareformot. Viszont nem voltak egyforma véleményen, és az alábbi diskurzus, alábbi dialóg ezt nagyon jól alátámasztja. Egy alkalommal heves vitája volt a nagy kérdésen Kornfeldel Tauszignak, amikor ezt mondta Kornfeld. Egy pénzügyminiszternek, tehát Wekerlének nem is lehetne más kötelessége, mint hogy reggel és este csak az aranyvalutára gondol. Mire Tauszig így replikázott, reggel és este igen, de napközben okosabb dolga is lehet. Tehát, hogy ebben is azt próbáltam demonstrálni, mert nem állt a valutareformnak az oldalán, ő nem szerette volna, hogyha a monarchia elhagyja az is talapú pénzrendszer, és bevezetésre kerül az új pénz. Szintén Ország Jankó hasábjáról láthatunk egy karikatúrát, ugye mint alkimistát ábrázolják Wekerlét, mint Wekerlecius, aki bármiből, de mindenképpen aranyat kell, hogy állítson ahhoz, hogy ugye pénzt meg tudja reformálni, és hát nem másból, mint papírból próbálja meg ugye az alkimistákra jellemző módon előállítani az aranyat, és hát ez egy nagyon jól sikerült karikatúra az én véleményem szerint. Viszont 1892-re sok részletet elhagyva, sok olyan elemet, ami most itt már nagyon elvinni a mai előadásnak a témáját, kifejezni, hogy 1892-re megszületnek a valóta törvények, és eléri Wekerle tulajdonképpen azt a karriernek a csúcsát ilyen tekintetben, hogy megreformálja egy egész birodalomnak a pénzügyeit, és így szerez népszerűséget, így lesz egy népszerű politikus, és csak mutatom, hogy nyilván ez egy 100 koronás, egy ritkábban forgó érme volt, mellette papírpénz, szintén már a 20. században nyomták ezt a pénzt, mind a két oldalán van egy osztrák, illetve egy magyar oldal is, egyik németül, másikban magyarul vannak feltüntetve a címletek, az is talán itt a korban a legszerveret, a mai legdrágább is a érmepiacon, ez a 100 koronás papírpénz. És eljutunk oda, hogy 1892 nyarán megszületnek augusztus 2-án a valutatörvények, viszont a szapári kabinet alatt megint inog a gerenda, nem tudjuk, hogy mi fog történni. Ugyanakkor viszont ehhez az nyilván biztosan emlékeznek rá, van egy egyházpolitikai küzdelem is Magyarországon, ami arról szól, hogy valamennyire a katolikus klérusnak
az előjogait, meg akarja törni az állam és egyház funkcióját, szét akarja választani a magyar kormány, ami az uralkodónak nem tetszik. Ugyanakkor viszont Szapáry, mint igen jó katolikus, nem is akar ebbe belemenni, nem szeretne az uralkodónak nem tetsző politikát folytatni. Viszont van egy értelmiségi kör, például a korábban látott Szilágyi Dezső, Bekerle Sándor, illetve Csáky Albin, akik szeretnék megreformálni, tehát mindenképpen szét akarják választani az államot az egyháztól. Viszont 1892. novemberére van egy másik forgatókönyv is, hiszen Bekele Sándornak ahhoz, hogy a valuta reformot támogatni tudja, az úgynevezett Rothschild csoporttal, egy konzorciummal keresztül szerződést kell kötni arra, hogy 1 milliárd koronát jellegű államkötvényt bocsássanak piacra, amelyet ezek a bankházak, amelyek ebben a konzorciumban benne vannak, névértékkel alul jegyeznek, és ebből bizonyos mennyiségű aranypénzt visszakonvertálnak a magyar király pénzügyminiszternek, és szintén Ausztriában is megkötik ezt a szerződést, viszont ezt nem tudják ezzel a csoporttal megkötni, ezért ez a kabinet 1892. novemberében lemond. És hosszas tárgyalások vannak azzal kapcsolatban, hogy ki legyen a miniszterelnök, és sok politikus, komoly személyiségek, akik az uralkodóhoz bejáratos, illetve minden órában újabb és újabb audiencia van az idős uralkodó előtt, hogy hát akkor mégis kioldja fel ezt a válsághelyzetet, és mindenki egyetetően a fiatal Bekerle Sándort ajánlja, hogy akkor még csak 44 esztendős, hogy vállalja el ezt a pozíciót. Bekerle nem ér meg ettől, és a képen látható Schmidt Józseffel is tárgyal, beszél arról, egyébként a Schmidt József mind a Székesfehérvári Gimnázium, mind a jogi egyetemen osztálytársa és pályatársa volt Bekerléne, és ő mondja neki, hogy mindent vagy semmit, hogy vállalja el ezt a pozíciót és teljesítse be a karrierjét, járassa csúcsra és koronázza meg ezt a pályát, és így Bekerle elvette ezt a pozíciót, és 1892. novemberétől 1895. januárjáig mint magyar királyi pénzminiszterelnök teljesít szolgálatot, és első alkalommal, mint polgári származású miniszterelnöke Magyarországnak. Nagyon fontos az, hogy ebben az időszakban, ez 1890-es évek közepén Ferenc Józsefnek a bizalmát rendkívül módon jelvezi, azonban pont az egyházpolitikai küzdelmek kapcsán megromlik valamennyire a kapcsolatuk, nem tudnak dülőre jutni egymásra, és ez is vezet oda, hogy ő tulajdonképpen nem vállalja tovább a miniszterelnöki pozíciót, és lemondott erről a hivatalról. Azonban ez a malőr, ez a kettő közötti affér nem akadályozta meg Ferenc Józsefet abban, hogy ne nevezze ki még egyszer, hiszen 1905-ben egy olyan politikai helyzet alakult ki Magyarországon, amikor is a függetlenségi párt nyerte meg a választásokat 1905-ben, ami hát nem lehetne volna életbiztosítás Ferenc József számára, ha ezt a Kossuth csoportot engedi a monarchia élére, hiszen akkor ugye nem maradt volna egyben a monarchia, ezért 1906-ig elhúzódó válságban egy új ember, hát nem más, mint Bekerle Sándor találják meg erre a pozícióra, és nyeri el a miniszterelnöki tárcát. Majd talán mi annyit belefér az időben, lehet, hogy már nagyon előre haladtunk, de azt még ezt szeretném mondani, hogy még alkalommal nyilván már akkor 1916 novemberében elhunyt Ferenc József és az utódja, decemberben megkoronázott IV. Károly, pedig még ismét utolsó alkalommal, harmadik alkalommal tulajdonképpen lehetőséget biztosít Bekerle Sándornak arra, hogy bizonyítson. Nyilván nagyon nehéz körülmények között, hiszen a világháború utolsó esztendeiben kell helytállnia, és itt talán ember legyen a talpán, vagy bárki lett volna ebben a helyzetben, nehéz lett volna szavatolni azt, hogy a monarchia egyben maradjon. De ez egy másik történet, talán egy másik alkalommal, ha esetleg meghívás ahol, akkor ezt nagyon szívesen elmesélem önöknek, de a lezárásképpen talán még annyit, hogy ő 1893-ban a sikerének a csúcsán, amikor 1893. januárjában megkötik a Rothschild konzorciummal a aranyáradi kötvények konverzióját, akkor egy mindenki ezzel foglalkozik, Európa szerte egyébként, és egy
olyannyira, hogy ült egy új brazilként az egyik legrangosabb, a Boulevard Fő osztrák karikatúra lap főoldalán vezércikként tulajdonképpen őt ábrázolják, mint egy új brazilt, aki ugye két kézzel szórja az aranyat, és annyira mulat ebben a helyzetében, és ugye háttérben látjuk azt a kis finom utalást, hogy honnan ugye kezik nyilván a pénz, honnan tudja a magyar királyi pénzügyminisztérium, tehát az osztrák császár és királyi pénzügyminisztérium azt a pénzt biztosítani, hogy mind a két ország európai mértékben is elfogadott, komoly, tekintélyes, luxus pénzrendszert, az aranyalapú pénzrendszert fent tudja tartani. Hát én ezzel köszönöm meg a figyelmüket, és hát ha van kérdésük, ha szeretnének esetleg hozzászólni, vagy egy könyvet bemutatni, akkor szívesen válaszolok bármilyen. Nekem a birtokomban van egy Herlénről szóló könyv, ami tulajdonképpen ennek az előadásnak a folytatása lehetne, mert a politikai pályafutásának az összes beszédei, a törvényeinek, rendeleteinek a megszületése és az érvelése, amit ezen a Bekerle könyvet csak azért mutatom, mert nem lehet már kapni, és hát ha valaki még ilyen antikváriumban ilyet talál, ezt nagyon érdemes megérni. Amit nagyon lehet ebben élvezni, az Bekerle Sándor beszédei, ahogy fogalmazza a mondatai, ahogy előadja a gondolatait, és érvel ez a mai parlamenti képviselők ezek. Fölkénye nekik adni házi feladatot, vagy egy magyar irodalmi könyvet nekik ebből szerkeztem. Na most a szerző ennek egy görög Stab Károly, aki 71-ben halt meg, ha jól emlékszem, nekem apámnak egy jó barátja volt, és az én kortársam barátomnak meg az édesapja volt ez a görög Stab Károly, aki ismerte Bekerle Sándort. Tehát ő a Bekerle Sándor gyerekeinek volt a házi tanítója, és ebből kifelag volt, sokszor ott lakott a családtál, és mindent tudott. És a Bekerlével kapcsolatos emlékeit a 30-as években megírta. Ez kéziratban megvolt. Csak aztán jött a világháború, meg jöttek a Rákosiék, és akkor ez a görög Stab Károly, ez akkor egy nem kívánatos egyéniségi vált, tehát nem volt megfelelő, tehát hogy mondják ezt, nem volt megfelelő káder, és végül is ő aztán segédmunkásként fejezte be az életét, mert korábban a 30-as években a pénzügyminisztériumban dolgozott és államtitkár volt, és igen, hát ennek a szerzőnek egy közismert, nem tudom, hát én ismerem, mert én ismertem, hogy ő államtitkár volt a pénzügyminisztériumban, meg osztályvezető, meg főosztályvezető a 30-as években, és az ő egyik feladata volt, hogy a Szovjetunióval próbáljon Magyarország kereskedni, mert előnyös dolgokat lehetett volna már akkor a Szovjetunióból vásárolni, hiszen ma is Ukrajnából, meg Oroszország területére hozzuk a vasércet, azzal lehetünk a kuvai városi vasművet, tehát vannak eladó és megvásárolható dolgai az oroszoknak, és ez a görög Stab Károly ezzel foglalkozott, főfoglalkozás. Na most ebből kifelé, hogy az oroszokkal kereskedett, ezt akkor jött a náci éra és a német barátság, akkor azt mondták, hogy az oroszokkal kereskedik, az nem jó káder, akkor elmozdították ebből az állásból. Aztán jött a rendszerváltás, akkor meg jöttek a kommunisták, azt mondták, hogy hát ez főosztályvezető meg államtitkár volt a pénzügyminisztériumban, ez akkor osztályellenség, akkor itt sem tűnték meg az embert, úgyhogy neki se ez a rendszer nem vált be, se az a rendszer nem vált be szegény. De ami az érdeme, hogy a 30-as években nagyon szorgalmasan rengeteg anyagot leírt Bekerléről, és őrizte, és hál' Istennek nem volt nála a házkutatás, hogy ezt nem fokozták el, ezt sikerült megőrizni a rendszerváltás utára, és így lett belőle könyv. A másik pedig, aki ott hát van, Patai Géza, ő a Bekerle Sándor dédunokája, ő meg a családi archívumból tudott összeszedni egy csomó dolgot, ami Bekerlére vonatkozik, és tulajdonképpen ez a könyv az a mai előadásnak a második kötete lehet, de ha valaki ezt előadás formájában földolgozná, hogy milyen
dolgokat illetően a nagypolitikában, és hogy néz ez ki. Jó, hát csak ezt. Nagyon szépen köszönjük, nagyon köszönjük. Hát akkor, hogyha van kérdés, még egy-két kérdés elején, akkor a parancsoljon. Én nekem nem kérdésem van, nagyon röviden szeretném elmondani. Van egy könyv másolata, ami Nagybányáról szól. Nagybányán 1890-es években jelent meg Nagybánya és környéke című könyv, amit a Beckermannek ajánlanak, ugye akkor nem csak Nagybánya, Felsőbánya képviselője is volt, ami ott a Nagybánya mellett, és ennek az az érdekessége, hogy az ajánlást nem más írja a könyvben, mint Diókai Móra, aki nagyon sokat járt Nagybányán. És én most értettem meg az ön előadásából, hogy Diókai miért az ajánlásban, és sajnos nem tudom elolvasni, mert gyengén látó vagyok, van egy rövid ajánlása, hogy miért azt Beckermannek, miért azt jegyzi meg, hogy milyen sok izzadság és vér folyik el, amíg az ezüstből pénz lesz. Na most Nagybányának a bányái ezüst is volt, de főleg aranybányák voltak, és mi már a családban annyit gondolkoztuk, hogy van Jókai miért ezüstöt mond. Hát ezek szerint, mert akkor még ezüst alapú volt. Hát csak ennyit szerettem volna mondani. Elnézést kérek, csak szeretnék hozzászólni, én Gáspár János vagyok, én a közlekedési múzeumban dolgoztam, és ugye a Beckermannel is sokat foglalkoztam, főleg Beckermannek egyik munkatársával, Baross Gábor, akinek több mint 300 emléktáblát tettünk a Kárpát-medencében, mutatja azt, hogy miket csináltak. A Beckermann egy szenzációs ember volt, azért is, mert ki tudta válogatni a munkatársait. Két munkatársra hívnám fel a figyelmet, és Magyarországon még mindig vannak csodák. Ezt el kell mondanom, most pénteken megyek én Makóra. És Makón fogunk megemlékezni Hegedűsről, a Baross utáni egyik magyar kereskedelmi miniszterről. Megmaradta a hagyatéka. És le kell képzelni, a lánya 1907-ben két hajókonfervbe betette ezt a Hegedűsnek a hagyatékát, a kereskedelmi miniszter hagyatékát, és átvészelte a háborúkat, és most olyan 8 évvel ezelőtt egy magyar diplomata, aki együtt lakott egy nagy házba, egy 98 éves hölgyel, ez rendbe akarta tenni ezt a nagy épületet, és tudik, vízbetörés volt nálunk, és a pincénél ugye áttörette a falat, és ott találta meg ezt a hét ládát, hajó offer ládát, ahol megtalálta tulajdonképpen a kereskedelmi minisztérium féltveőrzött anyagának egy részét. Nem csak az, hogy ennek a hegedűsnek a aranyétkészlet, itt kitüntetéseit, ami mutatja azt, hogy mi mindent csináltak. Baross után volt ő egyébként kereskedelmi miniszterünk, hát neki köszönhető a Erzsébet hídnak a megépítése, és sok minden, amit még Baross kezdett el. Tehát ez volt az egyik óriás, aki ugye akire odafigyeltve kell, a másik Baross Gábor. Szóval Baross Gábor azt nem tudja még a magyar történelemtudomány sem igazából az, hogy mi mindent tett ezért az országért. Szóval ő volt ennek a korszaknak olyan szempontból az óriása, mert ő egy igazi magyar ember volt. Szóval a szó igaz értelmében. És ő egyébként Baross Gáborról azt kell tudni, hogy ő Pruzsinán született. Pruzsinán született méghozzá nyelvhatáron túl már. És ő Baross Gábor látta azt, hogy gond van a problémákkal, a nemzetiségekkel is. Tudnék, ugye mindig egy fontosabb stratégia az volt, hogy a nemzetiségeinket ugye magyarság ellen próbálják ugye hangolni, mert így próbálják ugye azt a gazdaság és egyéb különbséget ugye kárpótolni, mert Magyarország egy 325 000 négyzetkilométeres nagy állam volt.
komoly népcsoporttal, ugye? Mert a magyarság azért a Kárpát-medencében igen jelentős tömegben érni, ugye Ausztriában nem ez volt. Tehát mutatta a parlament helyzete is. Ott a végén már az osztrák parlamentben is a csehek, a szlovénok, tehát a nemzetiségek voltak ugye hatalmon. Na most Baross Gábor, mivel ugye onnan jött, ezért tudta, hogy mit kell csinálnia. Ő egy ugye először közlekedés és közmunkai miniszter volt. És tudta azt, hogy a közlekedéssel lehetne közelebb hozni ezeket a testvéreinket, akik ugye az ország peremén értek. Most ehhez nem volt pénz, és Vekerle volt, aki neki besegített. Vekerle átkérdezte, tessenek elképzelni, hogy Baross Gábor mivel foglalkozott. Ez az ember már fiatal korában, ugye, nyelvművelő egyesületet hozott létre fönt Verencsény megyébe. Dalántát hozott létre, nőnevelő egyesületet. Női egyesületet. És a Vámvölgyében, Vámvölgyi Lapok címen újságot indított be. És ugye akkor, amíg Üzső jogi kart végezd el, és miniszter lett, akkor ő neki az volt a közlekedési miniszternek, hogy mindenképpen a Magyarországnak a közlekedést kell fejleszteni Széchenyi után, ugye hát Széchenyi voltam. És Baross Gábor kitűnő partnere volt benne, mert ezt nem tudta volna megcsinálni. Az, hogy Magyarország vasút, úthálózatát megépítette, ugye hát Barossnak köszönhetjük, és ő rendszeresen építette ki, ehhez pénz kellett. És a másik, hogy amiben ugye Baross emlegették, pedig Vekerle volt ugye, aki besegített neki, hogy azt mondta Baross Gábor, hogy volt neki egy mondás, hogy azt akarom, hogy a brassói tésasszony is ugye Budapestre jöjjön ugye, vásárolni, kalapot venni. Tehát ez azt jelentette egyébként, hogy az ország legtávolabbi részéről is jöjjenek ide Budapestre. Ugye, és ehhez tarifapolitikát kellett bevezetni. Hát önképpen Baross Vekerlével tisztázta azt, hogy a tarifapolitikával lehet nagy eredményeket elérni. És ez egy fantasztikus dolog volt. A tarifapolitikának értelmében ő megoldotta azt, hogy ugye, ha valaki Fiumében lakott, vagy Brassóban lakott, akkor tulajdonképpen a vonatjegyét csak annyit fizetett, minthogyha a mai magyar határ még vette volna meg egyet a Dráváig, vagy mondjuk Pagyváradig. Igen, az van, hogy egy másik eladásnak a anyagát nem hívott fel, azt gondolom, hogy de nagyon köszönjük a értékes. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a kérdésekre buzdítanám inkább olyan információkat, amiket most legközelebb szerintem majd el tudjuk, hogy föl fogjuk venni a Veritas esti programjában a Barossgábort, és egyetértek egyébként mások miatt, de most nem mondanám, mert még azt szeretném meg, van-e valaki, aki a Kalvi Ákos úr. Köszönjük szépen még egyszer, aki esetleg a előadással kapcsolatosan érdekelne valami. Van-e valami szobra, mert van, ilyen. Kettő is van tulajdonképpen, úgyhogy van egy szobra itt a Fővárosban a 19-ben, ez egy melszobor, nem egy egész alakos, viszont 2008-as szobor, ha jól emlékszem, és 2011-ben emelt a Móri önkormányzatnak egy teljes alakos szobor, hogy a Móron van neki egy teljes alakos szobor, és egyébként a Fővárosban két utca is őrzi az ő nevének az emlékét. Viszont bocsánat, mert engem mind a két kérdés megérintett, mert tulajdonképpen én oda is dolgoztam abban a könyvben, amiről az úr említette, a Hegedűs Sándorról, viszont én azt akartam akkor reflektálni önnek, hogy az imént említett Hegedűs Sándor egyébként Bokai Hónak a veje volt, és ez a Hegedűs egy olyan ember volt, aki nemzetközi pénzügyi konferenciákra járt, és amikor 1680-ben volt egy pénzügyi konferencia Párizsban, akkor megszületett a Iker egy gyermekpár, egy fiú és egy lány, és ugye pont azt mondta, hogy ez egy bimetalizmus, hiszen arra is ezüst egymás mellett egyesülő van szó. Jókai az ő stílusában meg tudta írni. Egyébként van nagyon sok igazság, amit abban, amit az úrról is nagyon örülök, hogy ez felkerült. Mivel annyit szeretnék akkor ez lezárásképpen mondani az ő népszerűségéről, illetve az ő politikájáról, hogy mindemellett, hogy még eszemlített egy nagyon érdekes gondolat, hogy ő hogy ette a citromot
gimnazista korában, de már most ezt nem nyitnám meg, mert nagyon itt ülnénk sokáig, és nagyon sok ötlet volt, de 1892 nyarán Józsa meghalt Baross Gábor, mert nagyon túlhajtotta magát, és egyébként a két ember, Bekerle és Baross Gábor népszerűsége egymás feletti mércével nagyon közel volt egymáshoz, viszont talán ez egy nagyon csúnya szó, de talán szerencséje volt nagyon Bekerle Sándornak abban, hogy ebben a küzdelemben magára maradt, és így a pénzrendszernek a reformjával ő lett a legnépszerűbb politikus. Ő nyilván egy ilyen 45-50 perces, vagy nagyon elhúzódó előadás, minden nagyon nehéz bele nyomászkodni, és így a három miniszterelnökségnek, tehát esetleg azt tudom felajánlani, hogyha szívesen meghallgatják, és lesz erre lehetőség más alkalommal, akkor tőzőzősen azt tudom elmondani, hogy én nagyon szívesen elmesélem a három ciklusát, akár együtt, akár külön-külön, egy ilyen előadás kertében, csak természetesen egy ilyen visszajönni az emberek kapacitásával, tűnőképességével, fáradtságával, már nagyon nehéz ilyen késő órán, úgyhogy mindent nem lehet belesülíteni egy ilyen előadásba. De hát nagyon szépen köszönöm, és hát akkor, hogy van lehetőség, még egy kérdésre jutott. Jó, csak elnézést kérek egy lelőrebocsodám kérdésre. Egy rövid gondolat. Rövid gondolat csak, és csak csatlakozva, szóba kerül, hol van szobor, Kispesten 19. kerületben, utcák vannak elnevezve két helyen Budapesten Bekerle Sándorról. Én ajánlom figyelmét mindenkinek, akit érdekel Bekerle Sándor és tevékenysége, hogy van Kispestnek egy városrésze, úgy nevezik, hogy Bekerle. Azt a Bekerle telepet, ami egy olyan gyöngyszeme az építészetnek, az én megítélésem szerint, érdemes megnézni, és akkor egy kis kézzel a kocskához kéne a központja ennek a Bekerle telepnek. Nagyon-nagyon jól reprezentálja, hogy miket tudtak akkor alkotni. Elnézést, hogy nem kérdés volt. A második minisztermek egy ciklusnak egy nyolc. Itt van a ködöttük, a Bekerle. Egyébként már csak azért is, az egy építészeti skanzen is egyben, mert nem csak Kóskára, hanem Zumecki Dezsőtől, Györgyre, és nagyon sokat terveztek oda, és szóval szerencsé, hogy az ő nevét megőrizi az építő az utókornak. Na de hát én tulajdonképpen most lehetne sorolni tényleg az aranyvaluta, a Bekerletele, a Szépművészeti Múzeum, a villanomi építkezésektől kezdve. Tehát itt nagyon sok olyan dolog van a Szent István Bozéka, amely Bekerle neve mindig újra és újra feljön, hiszen ezekben nagyon sokat belekapcsolódik ezekben a tevékenységbe. Csak nyilván az idő, meg hát nyilván nem ez a korszak, hiszen a miniszterelnök a ciklusaihoz köthetőek ezek a tevékenységek, de természetesen ilyen nem lehet úgy elmenni Budapesten különböző kerületekbe, hogy ne találkoznánk az ő alkotásaival, vagy akár más városokban, vagy akár az egész vonalat, vagy Magyarországot, illetve pénzügyek kapcsán is, tehát ami ez van a pénzügyek, olyan nem csak egy miniszteri dolog, hanem nyilván az embereket húsba vágóan meghatározó dolog, hiszen a pénztárcájukban nyilván egy ilyen, vagy egy ezüst alapú pénz, vagy egy arany alapú pénz lepult az ő reformjának köszönhetőnk. Igen, ilyen szempontból mindenki találkozott az ő alkotásaival, vagy az alkotásának az eredményeire, ahogy lesz. És nagy szerencsé, hogy a Bekerle telepieknek van egy ilyen társasága, nem tudom, van-e itt valaki közülük, akik azt hiszem 2010-ben volt, vagy 11-ben 100 éves, és akkor van egy angol kapcsolatot, és egy MTA volt, egy gyönyörű szép, én is ott voltam itt akkor, mint a Magyar Évtizedek Szövetsége elnöke, és közösen emlékeztünk erre a egyébként nagyon is rendhagyó beépítése, hiszen volt némi angol példa, stb., de nagyon örülök, hogy ezt így ápolják ott. Tehát nem csak Bekerle szellemét, hanem ugye a utókor számára az egy nagy dolog. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. Köszönöm.